Kedves bibliaolvasó testvéreim, barátaim, a hónap utolsó bibliaóráján az egész mostani tavaszi hónapunknak a témája fejeződik be, és ez pedig a közösség megújulásának a példái. Ez volt a cím. Ez volt a témánk, és most Pál apostolnak a korintusziakhoz írt második leveléből fogunk venni egy szakaszt, előtte azonban imádkozzunk. Mindenható és örökkévaló Isten mennyei édesatyán, köszönjük neked azt a lelki nagy családot, amiben a te kegyelmedből, mi Urunk Jézus által benne lehetünk mindannyian. Köszönjük neked, hogy ez egy olyan emberi közösség, amiben sokfélék vagyunk, mint ahogy különböznek a testnek a tagjai, de az is jellemző ránk, ami a csoportokra általában, hogy emberi gyarlóságaink és gyengeségeink is előjönnek az egymással való kapcsolattartás közben. És jó nekünk ezt látnunk, hogy mindig így volt az ősi, hős időkben is, Urunk, amikor olyanok szolgáltak még a tieid között, akik vagy maguk is látták az Urat, vagy olyan bensőséges kapcsolatban voltak vele, mint Pál, aki látomásban találkozott a damaszkuszi úton, azzal, akit üldözött korábban, és aki aztán az egész életét betöltötte azzal a szeretettel, ami más, mint embernek ember iránti érzelme, de nem is idegen attól, mindazonáltal teljesebb sokkal, és ott van benne Istennek irántunk való kibeszélhetetlen szeretete is. Áld meg minket most, és hadd gondolkozzunk arról, amit a levél alapján ma üzensz nekünk. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe. De szabadíts meg a gonosztól, hiszen tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A korintusiakhoz írt második levél első fejezetének a 23. és 24. verse. Én pedig Istent hívom tanúbizonyságul magam mellett, hogy irántatok való kíméletből nem mentem még el Korintuszba. Mert nem akarunk uralkodni a ti hiteteken, hanem munkatársai vagyunk örömötöknek, mivel szilárdan álltok a hitben. Elhatároztam tehát magamban, hogy nem megyek hozzátok ismét szomorúsággal. Mert ha megszomorítlak titeket, akkor kividámít meg engem, ha csak nem az, akit én megszomorítok. Azért is írtam erről, hogy amikor megérkezem, ne érjen szomorúság azok miatt, akiknek örülnem kellene, mert meg vagyok győződve arról, hogy az én örömöm minnyájatoké. Mert sok gyötrődés és szívbeli szorongás között sok könnyhullatással írtam nektek, nem azért, hogy megszomorodjatok, hanem hogy megismerjétek azt a szeretetet, amely igen erős én bennem irántatok. Nem csak az első fejezetből, hanem a másodiknak az elejéről is vettünk néhány sort. És itt található az a kis mondat rész, vagy részmondat, hogy megismerjétek azt a szeretetet, amely igen erős én bennem irántatok. Mit kell tudnunk erről a korintuszi gyülekezetről, anélkül, hogy
hogy minden részletet megpróbálnánk elmondani, hogy hol volt földrajzilag, mi volt a gyülekezet összetétele, mi a levél megírásának ideje és általános üzenete, anélkül most csak erre a kérdésre, erre a gondolatra koncentrálva, hogy hogyan lehet megújulni a közösségnek. Mondhatjuk azt, hogy ez egy vibráló, színes, eleven nagyon tehetséges közösség volt, nagyon sok erős akaratú, erős karakterű emberrel, és azt sem mondhatjuk, hogy a szentek lehiggadt örvendező közössége volt, hanem ahogy az imádságban is említettem, magán viselte a közösségekre jellemző jegyeket, például az egymással való versengést is. Mindenütt így van, hogy bár különbözőek az ajándékaink Istentől, de nagy kísértés az, hogy aki egy valamiben többet kapott az átlagnál, az úgy érezze, hogy más dolgokban is többen rendelkezik, mint a közösség, vagy miközben elvárja, hogy az ő gondolatait komolyan vegyék és igazodjanak hozzá, addig ő képtelen arra, hogy intést fogadjon el, vagy olyanokat kövessen, akik vezetést kaptak az Úrtól, és ez sokszor még a gyülekezet vezetőjével szemben is így van. Hát nem csak erre a levélre gondolok, hanem más levelekre is, amikben például János is arra panaszkodik, hogy az egyik gyülekezetben egy meghatározó testvér nem fogad el minket, így mondja, vagyis nyilván valami ilyesmit mondhattak, hogy itt ne parancsolgassanak a jeruzsálemiek, vagy a főnökök. És majd mi tudjuk, meg itt vidéken nálunk nem úgy mennek a dolgok, mint ott a szellemi fővárosban. Mert emberek, mert ilyenek voltak Jézus tanítványai, ilyenek voltak az ókor nagyjai, azok, akik Isten népében proféták vezetésére vártak, vagy hallgatták igehirdetésüket, és hát sokszor reagáltak rá nagyon emberi módon. Vagy élt bennük egy kettősség, hogy egyrészt formálisan Isten népéhez tartoztak, de cselekedeteik pogány cselekedetek voltak, és szükség volt arra, hogy személyes megtérésre, bűnbánatra és lelki megújulásra eljussanak, akkor is, hogyha formálisan benne voltak a szövetségben a körülmetélés által, és most elsősorban férfiakra célzok ezzel, mert ők estek át ezen a rituális sebészi beavatkozáson. De most visszatérve ide a korintuszi gyülekezethez, Pálnak nagyon határozottan meg kellett egyeseket inteni, mert rendetlenül éltek a szexuális kapcsolatokban is sok megütközésre okot adó dolog volt, aztán nem voltak tekintettel a gyengébb hitűeknek a dolgokhoz való hozzáállására, hanem egyesek a maguk szabadságát úgy értelmezték, hogy függetlenül attól, mit szólnak ehhez, az erőtlen atyafiak, ők a szabadsággal élni akarnak, és egyrészt igaz az, hogy Isten nem mindenkinek engedi meg ugyanazt. És nem lehet azt mondani, hogy ahogy én élek, úgy kell minden hívő embernek élni. Az biztos, hogy minden kereszténynek úgy kellene élni, ahogy Krisztus élt, és ezért a döntő kérdésekben legalább
fel kell tenni a kérdést, hogy és Jézus mit tenne az én helyemben, és a lelkiismeretünk megmondja ezt. De nem véletlenül találta ki az Úr így, hogy közösségben legyünk, hogy Isten népe sem egy embernek a végtelenített története, gondolok itt Ábrahámra, hanem kibomlik aztán ez a csodálatos bibliai esemény sorozat, és annyian lesznek az utódok, mint az ég csillagai, vagy mint a homokszem a tengerpartján, és amikor már így sok-sok utód van, ilyenek és olyanok, akkor sokkal jobban adott az is, hogy a különbözőségeiket nem megfelelően éljék meg, és visszakeletkezzék is. Jó úton haladtak ezek a testvérek, de mint minden normális gyülekezetben, és ahogy Jézus tanítványai között is volt ilyen, az úton lévő tanítvány félkész állapotában voltak bizonyos dolgokról még kiforratlan, vagy éppen nem igazán mértékadó véleményeik. Gondolok például a Korintusban visszatérő megbotránkoztató dolgokra, és ilyen a szexuális területen való probléma. De gondoljunk az Úr Jézus tanítványaira, akik, amikor az Úr a válásról tanítja őket, akkor ilyet mondanak kicsit csalódottan, hogyha ez így van, akkor nem jó az embernek inkább megházasodni. Tehát valószínűleg nekik is voltak problémáik, ha esetleg nem is a házastársi hűség tekintetében, de nagyon-nagyon kényes, nehéz terület ez. A kor szokása szerint akkor még több nevűség volt, az apostol arra int, hogy aki püspök akar lenni, az inkább legyen egy feleségű. Szóval akkor kezdődik el valami a közösségen belül, amiből a mai működési rend és erkölcsi szabályok kialakulnak. És a gyülekezet vezetőjének nem csak joga és kötelessége az, hogy intse a rábízott nyájat, ahogy a pásztor nem azzal mutatja meg a szeretetét, hogy hagyja kóborolni a juhokat, hanem terelgeti őket. A 23. Zsoltár azt mondja, hogy füves legelőkre és csendes vizekhez terelget engem. Vagyis az irányítás kell, a kontroll kell, de az apostol itt arra is gondol, hogy ennek nem szabad túlzásba kerülnie, nem eshet túlzásba a gyülekezet vezetője, mint ahogy egy jó családfő sem lehet keserű kedvű a gyerekei iránt, ahogy int az ige, hogy a gyerekeitekhez ne legyetek keserű kedvűek, hogy kétségbe ne essenek. Tehát amikor a szülő úgy érzi, hogy megengedheti magának azt a vasszigort, ami soha nem segíti a jó útra térést és a jó úton való megmaradást, hanem megpróbál a sokkal hosszadalmasabb módszerrel, a szeretettel hatni a gyerekeire. Ugyanígy egy gyülekezetben is meg kell hallanunk az ilyen mondatokat is, hogy a hitben erőtlent fogadjátok be, nem ítélgetvén a vélekedéseit, vagy szenvedjétek el egymást szeretetben. Vagy Jézus szavai arról, hogy hányszor kell megbocsátani az én atyám fiának, amivel Péter jön oda az Úrhoz, mint egy kérdéssel, fontos kérdéssel, hogy hányszor vétkezhet ellenem, és hányszor kell nekem megbocsátani, még mindig, még 77-szer is, mondja iróniával, és Jézus
komolyan veszi ezt az ironikus megjegyzést, és azt mondja, hogy még 70, még 7-szer is kérdezi Péter, és a válasz erre, hogy még 77-szer is, vagy 70-szer 7-szer is meg kell bocsátani. Szóval tanítvány ide vagy oda, hívő gyülekezet, félig kész emberek, olyanok, mint egy kerámikus művésznek a műhelye, amiben vannak dolgok, amik éppen száradnak, vannak olyanok, amelyek formálás alatt vannak, és most még csak formátlan masszaként vannak ott a lábbal forgatható kerek asztalon, és várják a fazekasnak a kezemunkáját, amivel megformálja majd, és feladatot ad edényé, vagy dísztárgyá alakítja azt a sárrögöt. És ilyen a gyülekezet is, hogy van benne félig kész ember, van benne szent példakép, van benne alázatos szolgáló, van benne haszonleső, magának való ember is, aki ugyanakkor mindig küzd a gyarló természete ellen. Van, aki fukar, különben nem kéne azt mondani, hogy a jókedvű adakozót szereti Isten, és nem kéne bátorítani, hogy adjatok, amennyit csak tudtok, mert akkor ezt mindenki ösztönösen tenni. De ez nem így történik. Ha nincs ösztönösség ebben, akkor a gyülekezet vezetője figyelmezteti erre az atyafiakat. Na most azt írja Pál, hogy nem akarta elsietni a látogatást, és fel is fedi most, hogy miért nem. Azért nem mentem el Korintusba, mert kíméletet akartam gyakorolni veletek. Az irántatok való kíméletből nem mentem még el Korintusba, mert nem akarunk uralkodni a ti hiteteken. Tehát azért sem ment el, hogy ne kelljen radikálisan parancsszóval bizonyos dolgokat helyre tenni, és nem mulasztja el az apostol, ami más levelében is megfigyelhető, hogy nem fukarkodik a dicsérettel sem. Tehát megmondja azt, ami jó. Nem akarunk uralkodni a hiteteken, hanem munkatársai vagyunk az örömötöknek, mivel szilárdan állottok a hitben. Elismeréssel szól tehát, erősíti a gyülekezetnek azokat a vonásait, amelyek jók, és ezt előbb teszi, mint hogy kritikát gyakorolna, vagy felszólítana egy eltérő működésre, magatartásra. Tanulunk a gyülekezeteinkbe, tanulunk egymástól, egymás hite által épülünk, és meg kell tanulni szeretni is, szeretetet adni és szeretetet elfogadni, és ennek különböző szintjei, mértékei vannak. Isten nép egy szenvedélyes nép. Dávid is beszél arról, hogy valami könnyekre fakasztotta, zsákruhába öltözve látjuk őt sírni is bűnbánatban. Látjuk őt önfeledten, szinte tébolyodottan örülni is az Úrnak, és nem ütközhetünk meg ezen sem. Nem baj, ha egy hívő ember szenvedélyes, és akár könnyekkel is kifejezésre juttatja a testvérek vagy a gyülekezet iránti szeretetét. Nagyon mély ez a ragaszkodás, ami Pál apostolban van. És azt mondja itt a kis szakaszunk végén, ez a kiemelt igénk ma, hogy ezt a levelet én sírva írtam. Pál könyhullatással írt levele, így
adott címet későbbi szerkesztő ezeknek a soroknak. Közben sírtam, míg írtam nektek a levelet, de nem dühömben, nem tehetetlen kétségbeesésemben, hanem mert betöltötte a szívemet az a szeretet, amire nincsen, aminek a kifejezésére nincsen megfelelőbb eszközöm, mint hogy egy kicsit közben sírtam. Ahogy Jézus szeretetének a mélységét két hasonló biblia hely igazolja, ahol Jézus könnyekre fakadt. Akkor is így történt ez, ha tudta, hogy perceken belül valaki életében gyógyulást, új életet, feltámadást fog gerjeszteni. A könnyűlatással írtam ezt a levelet, és az volt a vágyam, hogy megismerjétek azt a szeretetet, amely igen erős én bennem irántatok. Mondhatnánk azt is, hogy szeretetről nem beszélni kell, gyakorolni kell, és biztos, hogy ez sem maradt el, de miért ne lehetne beszélni? Isten is beszél az irántunk való szeretetéről, nem is kevés helyen a Bibliában. Vagy vannak szavak, amik arra utalnak, hogy mi felismerve ugyanezt mutatjuk ki az Úr iránt, és ahogy ő szeret bennünket, mi is megpróbáljuk magunk érzelmeivel is, és egyéb cselekedeteivel őt szeretni. Ugye annyi mindent tudunk erről is, hogy hogyan mondhatja valaki azt, hogy Isten szereti, ha nem szereti az Atya fiát. Tehát van probléma a szeretet körül is, és van csendes, illedelmes, minimum szeretet, ez a másik elszenvedése szeretetben, és van szenvedélyes szeretet, amiben belefér az is, hogyha ha a szeretteimre, a testvéreimre gondolok, akkor könyve lábad a szemem. Talán a közösség megújulásának a példájaként azért említetik a sorozatunkban ez az ige, hogy ne féljünk kimutatni a szeretetünket, ne féljünk beszélni arról, hogy szeretjük a másikat, ne féljünk elmondani neki, hogy mindennél többet jelent, és ne szégyeljük a könnyeinket sem, ha nincsen más eszköz, amivel a szeretetünket kimutathatjuk, mert Isten is így szeretett. Mindent tőle tanulunk, szeretni is tőle tanulunk, és tőle tanuljuk azt is, hogy mit jelent a minden értelmet felülmúló szeretet, a felfoghatatlan, az érthetetlen, ami akkor sem hamvad el, hogyha a másik oldalon nincs fogadókészség, vagy éppenséggel ellenséges indulat. Isten áldja meg bennünket, hogy tanuljuk meg az Úrtól azt, hogy a könnyeink is szolgálhatják a szeretet megmutatásának az útját, módját, és áldjon meg minket az Úr, hogy legyen fontos közösségünk a számunkra, és merjünk úgy közlekedni, úgy egymás szemébe nézni, hogy ne a harag, a dac, a düh könnyei, sértettség könnyei legyenek, ott folyanak le az arcunkon, hanem a másik iránti minden elragadó szeretet. Isten áldja meg ebben minket, imádkozzunk. Úrunk, mint a Te vagy, ahogy Te szerettél, és Te magad is beszéltél a tanítványaidnak arról, hogy szereted őket, ahogy az Atya is közted szeretett kapcsolat volt, úgy szeretted mindvégig, így mondja a Szent Igéd, hogy mindvégig szeretted a tiédet, az utolsó vacsorán is, az elárultatás éjszakáján is. Sosem zökkentél ki, még a keresztfán sem ebből az irántunk való gyógyító, megújító
szeretet gyakorlásából. Surunk, áldj meg minket, hogy szenvedélyesen tudjunk téged és egymást szeretni, hiszen nagy ajándékod ez nekünk, és nagy lehetőség, hogy megmutassuk a másiknak, megismertessük őt azzal a szeretettel, amely igen erős mi bennünk a másik iránt, és a te békességed, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat Krisztus Jézusban. Amen.